Jön a harmadik unoka. Már most egyre erősebb. Első unoka? Igen, első unoka lesz nekem. Nem fogok tudni beszélni sokáig, vagy úgyis elbögöm magam. Van érzés, mint hogyha pisilni, meg kakálni kell egyszerre. Mi a helyzet? Mindjárt szűk. Fájásod van? Hány percesek? 3-2-3. Miért szükséges infúzió? Nem szükséges, igazából Claudia kérésére egyeztetve kevesebb folyadékot ivott, ugye jetpályákat mindenféleképpen kell biztosítani vénát, hogyha bármiféle beavatkozásra szükség van, akkor rögtön tudjunk közbelépni. Ugye szúrtunk éppen ült egy vénabiztosítás, és akkor azt beszéltük, hogy egy kis folyadékpótlást fogunk alkalmazni. Nyilván lehet egy hosszabb vajutásra készülünk, és akkor tényleg egy cukros infúzió, hogy energiát is kapjanak is. Vedd fel nyugodtan, doktor úr. Megyek a műtőbe, jó. És akkor találkozunk majd. 15 perc múlva. Közben csekkolod mindig a szívhangot, hogy megfelelő? Persze. Látom, hogy egyik szemed mindig rajta van a papírokon. Van kis topban, nyuszi fül. Aha, hoztam ilyen. Fekete. Nem, fekete. Melyik? Sima fekete. Majd meg fogod kereszt? Találni benne. Tudjam, amit keresek. Sima. A fekete cuccaimnál van, tőle, amit levettem a sürgőn. Úgyse fogja megtalálni. Hát, ha. Behoz az egész táskát. Mit keresünk? Feltúrjuk a női táskát. Egy fekete lyukba keresünk egy eltartó. A toppot lesz. Szerintem színe. Szavaz, hogy kiszavaz. Csak a kis az egy tújjal is. Akkor nem találtam. Alul itt a pántjánál szürke. Szóval fogadhattunk volna. Tudtam, ugye, hogy szerintem olyan 9-10 óra környékén, hogyha ilyen szépen haladunk, akkor bébi várható. Jön a harmadik unoka. Bármi esély, akkor rögtön telefonálunk. Oké. Na, sziasztok. Hello. Megugrott az első feladatot. Meg, meg. Mi volt az első feladat? Hát én keresem meg a sportmelltartóban. Kellemes néha a hipokat. Itt egy jacuzzi. 38, köszönöm, 100 gyakorlatilag a testőrűsítmetőt. Győzben vajudnak a kisnamák. Ilyen, mint a termál megyen szóval. Szépen. Aha, mérjük az összeset. Hol tartunk? Hát ilyen egy tíz. Az órán jegyzeteli, hogy milyen időközönként vannak a fájások. Valami akkor csinál, ez egy kis papa óra. Igen. Most kezdődik. Helyes. Rendszeresebbek meg, Claudia? Már most jön egy percre. Szuper. Tippelek. Szuper. Hol van az a pont a vajudás közben, amikor azt lehet mondani, hogy akkor bemehet a kádba? Tulajdonképpen, ha látjuk azt, hogy a mészáj az progrediál, és az mit jelent? Tágul. Tehát 2 centivel vettük föl Claudiát, most 4 centiméteres mészáj volt egy fél órával ezelőtt. Nyilván folyamatosan tágul, hogy a bébinek a kobakja jön lefelé, nyomódik lefelé, tágítja a mészájat. És ez már egy olyan pont, amikor azt tudjuk mondani, hogy tényleg egy beindult szülésről van szó, úgyhogy most már fájdalomcsillapító hatását is kihasználjuk a méznek, és akkor mehetünk be. Reméljük, hogy fogja gyorsítani a tágulást is, illetve komfortosabb lesz Claudia számára is, úgyhogy csak a jótékony hatását választjuk és várjuk a mézben vajudástól. Megszületeheted?
I did a lot of bad things, and never did I give in. Yeah, it's in that. Hosszú regisztrátumot készítettünk, rendben volt, és akkor nyugodtan bele tudtuk engedni Claudiát a medencébe, viszont csinálnunk kell rendszerességet 15 percenként egy pár másodpercig tartó szívhang hallgatást, rendben van-e a baba. Tejfakasztó buli lesz? Hát betervezve nincs, de mindenki be akar rúgni rajtam kívül, úgyhogy valószínűleg lesz. És a doktor úr? A doktor úr, doktor nem iszik. Ja. Meg a véleményem más a tejfakasztókról, ezt már korábban kifejtettük több alkalommal, de hát ha meghívást kapok rá... Ha én igen, egyébként, én akkor nagy duzzok. Ha meghívást kapok rá, elmegyek, de én nem szerveznék. Ha elkezd takarítani, akkor is kiveszem a kezéből, már ilyenkor ne takarítás. Egy úri ember. Ugye? Tényleg az egyébként. Claudia pedig egy úri nő, képzétek el. Hogy hát ugye hajnal 4-től bent vagyunk, keresztben vetett lábakkal és fekete csipkebújóval bajulott, és mint az úri nő, de tényleg, és ide tettem kis térdére, és ő így bajulott, most már nem. Hogy áll a helyzet? Meg hát hál' Istennek nagyon jól, tehát kicsit fáradtam, de törve nem, úgyhogy Claudia profin viseli a fájásokat, a bajudást. Nagyon hetes, 7 centi a mészáj. Ugye 2-ről indultunk, 10 az eltűnt mészáj, a cél. Tulajdonképpen túl vagyunk. Egy bő 3 óra a 70%-án szó szerint, egy 3 óra alatt. Tehát a fájások azok rendszeresen jönnek, profin. Erősödnek. De a Claudiának, a FitMominak egy hangja nincsen. Semmi, és tehát... azt is mondjuk, hogy semmilyen fájdalomcsillapító nincsen benne. Nincs. A víz tulajdonképpen maga, a vízben való vajódás egy fájdalomcsillapító, amit kihasználunk ebben az esetben. Felajánlottunk neki több alternatívát, epidurális érzéstörlítést, gázszívást. Nem, ő ezt választotta, és úgy tűnik a taktikánk eddig bevált. Már most egyre erősebb. Meg tudod fogalmazni, hogy milyen ez a fájdalom? Hát igazából olyan, mint amikor az ember menstruál, legalábbis akinek fáj. Nekem mindig szokott. Csak sokkal erősebb. De az ahhoz hasonló. Legalábbis az elején teljesen olyan volt. Most ellenőrizni fogom a ősejt dobozkát, hogy minden megvan-e. Ugye rá is van írva, hogy dobozt azt mindig az egészségügyi személyzetnek kell, hogy fölbocsa, tehát otthon lehet lenyúlnunk, azt tudom karácsolni. Ez a kis doboz, vagy ez a kis tasak, ez a köldöksínőr őssejt tárolására alkalmas. Ebbe a kis dobozkába fogjuk beletenni, a minimum 15 cm, de nem baj, hogyha hosszabb őssejt, vagy zsinót, így van, amit nátriumklorid sóoldattal fölöntünk, hogy ellepje, hogy ne száradjon ki a köldöksínőr, illetve az azonosító cetlivel, ami már jelenleg ki is van töltve, Kelemen Claudia néven, rátesszük.